Let's go. Yeah, I'm the one to get it, bruh. I swear to God, I'll get it, bruh. Hey, I ain't never giving up. Yeah, I never give up. I got this, man, I got it. I will not quit, I'm on it. Never rock it. Got the block lit, I'm toxic. Spitting logic, make them nauseous. Honest, can I stop this? Never cautious, drop it. I'm the hardest, dark, dark, bitch. Watch it. I'm the fucking king of rock, bitch. Pop it, spitting hot shit. I'm dropping, chronic. I think I'm motherfucking lost it. Making back, better facts, making racks where it's at. Had my back to the mat, not an act, that's a fact. We attack in a pack, don't react, don't react. Think I'm black, off his ass. While I rap, bounce a step, throw a jab, give a crap. We're advanced, I'm the man, got a plan better than most brands. Goddamn, I'm a rhyme till I die. Never lie, that's a lie, I don't try, I defy. Yes and I, that I'm right, yeah. Sziasztok srácok, itt Jeffrey. Elhoztam nektek a FlyMT a görög frakciójával készített minisorozat második és egyben utolsó részét. Ha nem láttad az előző részt, akkor kattints a jobb felső sarokba és először nézd meg azt, utána pedig térj vissza erre a videóra, úgy már biztosan összeáll a kép. Ebben a részben megnézzük, hogy hogy működik a FlyMTA-nak a fegyverrendszere, az alkatrészek beszerzésétől kezdve a fegyver legyártásán át, egészen annak eladásáig. Ezután ismét kipakoljuk a múzeumot, ráadásul még a rendőrök is a nyomunkba erednek. Aki követi Instagramon, az minden bizonnyal számított már erre a részre, mivel Instára mindig kirakok egy képet a következő videó témáját illetően, így ha követtek, akkor előre tudhatjátok, hogy mi lesz a következő rész. Mindemellett ki fogok rakni egy képet egy promóciós kóddal, amit a leggyorsabb ember PP-re tud váltani. Mit csinálunk most, srácok? Hol megyünk? Elmegyünk, megnézzük a fegyver hajót, ami a térképeket fogja biztosítani a fegyverhelikopternek a spónolási helyszínéhez. Ez a fegyverhelikopter hogy működik? Mit kerül a tudni? Hát előjáróban annyit, hogy minden páratlan napon spónol egy előre meghatározott helyszínre 8 óra 15 és 20 között, és abban fegyveralkatrészek vannak, amiket a fegyverek legyártásához tudunk felhasználni, ezért általában nagy verseny szokott menni. Mint egymásnak csapnak az illegális frakciók, ilyesmi? Így is van. De csak a maffiák, mert nekünk van ez a fegyverhelikopteros kript. Ja, értem. És akkor a bandák azok hogy szereznek fegyvereket? Hát nekik kötelező a maffiákkal leszövetkezni, úgymond. Nem kötelező, csak jobban járnak, mert egyszerűbben szereznek fegyvert, meg akár olcsóban is. Ezek szerint akkor a bandásoknak nincs is más lehetőségük fegyvert vásárolni, csak hogyha maffiától vagy civilektől vásárolnak. Így igaz. Megvan ez a banda és maffia közötti barátság, úgymond. Mert mi biztosítunk fegyvereket, a bandások pedig a lőszereket biztosítsák. És a Kevlart. Most akkor elmegyünk a hajóra, ahol térképek lesznek a fegyverhelikopter érkezési pontjáról. Jól mondom? Így is van. És elképzelhető, hogy összefutunk itt másokkal is, ezek szerint. Igen, elképzelhető. Hát igazából, hogyha nincs térképünk, akkor nagyon sok időt elbírunk pazarolni azzal, hogy most keressük a helikoptert. Aha. És ez az egész mappon lehet bárhol? Így igaz. Van megadva pár hely, vannak a biztos 10-15 hely, és akkor azok közül valahova ledobja egyszer. Aha. Tehát itt vannak a konténerek, ilyen kis piros lakatok. Próbáld meg. Az a kör, meg kell jegyezni, hogy végtelenszer megy körbe, szóval, hogyha egyből nem tud megjegyezni, akkor többször is megbírod nézni a sorrendet. Látom, sikerült. Most kinyitottam egyet, aha, és akkor itt kéne bent lennie valaminek? Nem, az, hogyha kinyitod, és abban a konténerben van a térkép, akkor az inventory-ben megadja a térkép darabot. Ja, értem, és akkor ebből csak a térképet lehet kinyitni. Így igaz. Itt ez a helikopter, amit itt látsz, ez a fegyverhelikopter, tehát este 8-kor ez fog majd megérkezni a pontra, ahova megyünk majd este. Ebben van a 280 alkatrész. Hogy látod, a térképek egy kicsit el vannak mosódva, meg kék színűek, de a térképen odahúzod a megfelelő helyre, akkor kirajzolódik, hogy hová is kell menni pontosan. Ez számfíróban van mind a kettő, vagy pontosabban háromban mind a kettő. Az egyik az bal oldalt, amikor érsz be a városban, és sávosul, a másik meg a jobb teteje a mapnak. Ahova kettő mutat, az a bejárat, az a golfpályán lesz.
Tehát az a biztos, mert kettő oda mutat, tehát ott lesz. A másik, amit egyedül van, az a targoncás melónál, mert a tetején van egy parkolóvázi, ott is szokott lenni. Mivel a golfpályára mutat a kettő, ezért ott lesz a helikopter. Jaj, értem, azt akartam kérdezni, hogy a másikból is ezek szerint biztos kettő lett volna, de akkor nem, hanem a négy közül kettő ugyanolyan, a másik kettő az tök más mutat. Aha. Így igaz. Szóval mondhatni, baromi nagy szerencsénk van, hogy pont így kaptuk el. Aha, hogy sikerült mind a kettőt megszerezni. Eljött a 8 óra, mi pedig felsorakoztunk. Megtörtént a csapat szervezése, autókba pattantunk, és a térkép által megadott hely felé vettük az irányt. A konkurens maffia is a közelben volt már, kisebb lövöldözés után nekiálltunk kipakolni a fegyverhelit. Nem kapok semmit. Hát mert... várni kell. Ameddig végigmegy ez a anim, akkor a végén kapod meg, ilyen lassú dolog. Uh-huh. Időközben újra felbukkant a szerb maffia helikoptere. Hello. Én levem meg a Jeffrey. Nyomjátok. Jól értelmeztem, hogy Chili átfelel van, ne? Igen, a helikopter, rózsaszín helikopter. Lehet, hogy kilőttem egyet, mert zuhon a heli. Gyönyörű. Hoppá. Sarohadt. Rip. Végül sikeresen ki tudtuk pakolni a fegyveralkatrészeket. Jöhetett a fegyverek összeszerelése. Hol megyünk, Dobi? Megyünk gyárba fegyvereket kraftolni, ahol múltkor is voltunk drogot, csak most fegyvereket viszünk, alkatrészeket, amiket a fegyverheliből szereztünk. Most azokat fogjuk összeállítani. És akkor most kipakoljuk az alkatrészeket az autóból, és azokat lekraftoljuk? Igen. Oké. Okay. Mivel kezdjük? Mit vigyünk be először? Mondjuk egy jó kis MP5-öt? Szerintem jöhet az MP5. Ilyenkor ideállunk az asztalhoz, vagy ide közelébe. Kiválasztjuk az adott fegyvert, például... most én itt az MP5-et szeretném lekraftolni, és rámegyünk a legyártásra. A művelet nagyon hasonló a drog kraftolásához, miután letelt a kis csík, utána megkapjuk az inventoringba a fegyvert. Mindegyik fegyvernek más és más a crafting receptje, és külön-külön mindegyiket meg kell tanulnunk egy blueprinttel ahhoz, hogy le tudjuk őket kraftolni. Egyébként a srácok azért tartják le az ajtót, mivel a gyárban lényegében nincsenek szabályok. Bármelyik másik illegális frakció, például a konkurens szerv maffia tagjai is bejöhetnek, és gond nélkül kipakolhatnak minket. Akár tűzharc is kialakulhat, szóval jobb megelőzni a bajt. Kevesebb mint 20 perc alatt lekraftoltuk az összes fegyvert, amit csak tudtunk, ezután pedig megindultunk, hogy eladjuk őket. Várj, mi? Hogy működik ez? A szerveren kettőféle módon lehet fegyvert eladni. Vagy játékosnak, vagy, most figyelj, NPC-nek. Annak érdekében, hogy a fegyverek árai ne essenek le túlságosan, lehetőségünk van eladni egy NPC-nek is, aki általában fix áron veszi meg őket. Mint ahogy az első részben a drogot is NPC-nek adtuk el, úgy most el fogunk adni fegyvert is NPC-nek, utána pedig megyünk és keresünk rá, emberi vevőt. Jobb és bal kezével megmarkol egy MP5-öt. És kihúzom magunkra a cuccast. És akkor itt látjuk, hogy mennyiért lehet eladni neki a skineseket és a skinteleneket. Ez érdekesen lett fogalmazva. Eladom neki az MP5-t 4.500.000 dollárért, és már csak 4.275.000 kapok következőért, és már csak 4 milliót adna a harmadikért, azt nem adjuk el. És itt is lehet hirdetni illegál hirdetéseket, Telón? Aha, jaj. Mit szólnátok, ha hirdetnék egyet? Miután feladtam a hirdetést, felhívott egy úriember, hogy szeretne venni egy MP5-öt. Úgyhogy útra keltünk, és elvittük neki. Azt hiszem megjöttünk. Önnel beszéltem? Aztán kiderült, hogy a szándékai nem olyan barátságosak, mint mi azt gondoltuk. Most ezt... Végig darálta őket. Az szép volt. Az első biznisz meghiúsult, szóval próbáljuk meg még egyszer. Ezt az ügyet Zuge intézte,
A biztonság kedvéért azért elővettem a fegyvereket már előre, hogy ne akkor kelljen kapkodni, amikor gond van, mint az előbb. Én csak asszisztáltam, szépen átpakolta a srác a fegyvereket, utána pedig elindultunk haza a Profittal. Úgy gondoltuk, hogy megkoronázzuk az estét egy laza múzeumrablással, szépen besúranunk, hatástalanítjuk a riasztórendszert, és elhozunk egy-két dolgot anélkül, hogy konkrétan bárki tudomást szerezne arról, hogy mi bent vagyunk. Amikor egyszer csak megszólalt a riasztó. De miért jössz be, geci? Kiderült, hogy az egyik társunk belefutott a lézernyalába. Nem volt mit tenni, megpróbáltuk menteni a menthetőt. Felkaptunk néhány kiállított tárgyat, és elfutottunk vele az egyik társunk közeli házához. Ott leraktuk, utána visszamentünk, hogy elhozzunk még pár tárgyat, de addigra már vártak minket a rendőrök. Akkor mi megfogunk halálni. Nos igen, ez a rablás nem lett annyira megtervezve, és nem lett olyan szépen kivitelezve, mint az előző részben látható, viszont a célt így is teljesítettük. Kicsit később Zuga vett egy autót magának, és mondta, hogy próbáljam ki. Természetesen kipróbáltam, viszont egyből utánunk jött a PD. De hát nem állhattunk meg, mert illegál volt nálunk. Most gondolom tudjátok, hogy mi következik. Íh, nagyon megbukrosodik az autó. Ennyi volt. Hát, még ott jön. Az mit csinál? Szerintem leráztuk őket. Uh-huh. Körözik a kocsit vajon? Nem. Tényleg, Zuge? Szia! Pedig nem is tudom rendesen vezetni ezt az autót. És már nem is hallod a sirénát. Hát ez hatalmas. Na vessük végig a szenvedéseinek. Uh-huh. Állj a félre, ne itt. Csak állj félre, ne daráljunk egyből, csak álljunk félre. Leállított, kizállunk. Ránk fogja tartani a fegyver. Nem, kiszálljunk. Ne daráld. Ketten vannak, figyelj! Gyere, szállj be, gyorsan, szállj be! Vigyázz még kettő. Így, ez mit nem kapott? Ez para, el fog érezni. Gyere, menjünk. Bazzak, az utolsó pillanatban, amikor megérkezett a második egység. Uh-huh. Hogy mi történt ezután, azt a fantáziátokra bízom, de várjatok, ezt meg kell nézzetek. Ez mi volt? Én Jeffrey voltam, köszönöm a figyelmet. Ha tetszett ez a videó, és szeretnétek még látni hasonló tartalmakat, akkor dobjatok rá egy lájkot, hogy én is lássam, és iratkozzatok föl, hogy nem maradjatok le semmiről. Kövessetek be Instán, ha kíváncsiak vagytok háttértartalmakra, vagy csak szeretnétek előbb értesülni a legújabb videókról. Lájkoljatok a Facebook oldalamat is, link a leírásban. Ha bármi ötletetek, kérdésetek vagy hozzáfűzni valótok van, akkor nyugodtan dobjatok egy kommentet alulra. Még egyszer köszönöm a figyelmet, Jeffrey voltam, sziasztok!